Az uniós jogállami normák a polgárt védik az állam önkényével szemben. Most jött ki az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentése. Évről évre minden uniós tagállamot vizsgálnak. Idén az ország jelentésekhez már ajánlásokat is kapcsoltak. A magyar jogállamisággal rendszer szintű gondok vannak. Elmondjuk, mit kéne tenni a kormány. Az Unió többször és több formában javasolta, hogy Magyarországon biztosítani kell a bíróságok függetlenségét. Figyelmeztetek erre a nemrég elindított feltételességi mechanizmus keretében is, ami az uniós pénzek védelmét szolgálja. Az idei jogállamisági jelentés is egy sor rendszer szintű problémára hívja fel a figyelmet. Meg kell erősíteni a bírák önigazgatási testületét, az Országos Bírói Tanácsot, hogy megfelelően elláthassa a feladatát. Jelenleg ugyanis a bírói tanács gyenge. Nincs abban a helyzetben, hogy valódi ellensúlya legyen az Országos Bírósági Hivatal nagyhatalmú elnökének, aki a bíróságokat igazgatja, és akit a kormánytöbbség választott meg. Az Országos Bírói Tanácsnak hatékony felügyeleti jogokat kell kapnia. Enélkül az Országos Bírósági Hivatal elnöke önkényes módon dönthet a bírák előléptetéséről, jutalmazásáról. Ez aláássa a függetlenségüket. Meg kell szüntetni, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke sokszor nyilvános pályázat nélkül nevezzen ki bírókat. Biztosítani kell, hogy ne legyen lehetősége indokolás nélkül úgy nyilvánítani eredménytelenné bírói pályázatokat, hogy ezeket a döntéseit nem lehet bíróságon megtámadni. A pályájuk elején határozott időre kinevezett bírák nem támadhatják meg az alkalmatlanná minősítésről szóló döntést. Így már azelőtt el lehet őket távolítani a bírói pályáról, hogy egy független és pártatlan bíróság érdemben felülvizsgálná a minősítést. Az igazgatási vezetők teljesen szabad kezet kaptak a közigazgatási ügyekben eljáró bírók kijelölésére. Az Európai Bizottság okkal találta rossznak, hogy ma bármelyik bírót önkényesen el lehet távolítani a közigazgatási ügyekben eljáró bírák köréből. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a bírósági vezetők törvényi korlátozások nélkül dönthetnek a bírák részére osztható jutalmakról, ahogyan annak sincsenek világos feltételei, hogy egyáltalán milyen bírói tevékenység alapján adható jutalom. Hagyják dolgozni a bírákat. Az Európai Bizottság szerint nem szabadna a hazai bírákat felelősségre vonni azért, mert az Európai Unió bíróságához fordulnak. Pedig ez történt például Vasvári Csaba bíróval is. Az ő ügyében az Európai Bíróság már kimondta, a felelősségre vonása jogellenes volt. Törvényben kell megtiltani, hogy a bírákat csak azért ne büntethessék, mert teszik a dolgukat. Erősebb eszközöket kell adni a bírói testületek kezébe, hogy érdemben ellenőrizhessék a kúria elnökét. Jelenleg például ő egymaga állapíthatja meg az ügyek elosztásának rendjét. Nem derül ki ma az sem, hogy az ügyekben eljáró tanácsokon belül kik lesznek azok a bírák, akik dönteni fognak. Ez így mindenki számára átláthatatlan. Komoly baj van a kúriai kinevezésekkel is. A bizottság így azt ajánlja, hogy szigorítsák, kiből lehet a kúria elnöke. Most ugyanis nincs akadálya annak, hogy olyan ember kerüljön a legfelsőbb bíróság élére, aki korábban egy percig sem dolgozott rendes bíróként. Varga Zsé András is így lett elnök 8 évre. Ne lehessen a rendes álláspályázatokat rendkívüli kirendelésekkel megkerülni. Ma súlyos probléma, hogy sokszor nem a szakmailag legfelkészültebb, hanem a politikai hátszéllel rendelkező jelölt kapja meg az állást. Így került például a volt igazságügyi államtitkár Hajas Barnabás a kúriára. A jogállam téged véd a hatalom önkényével szemben. Védd a jogállamot, hogy megvédhessen téged.